Üres a szekszárdi piac pénteken délelőtt, az elmúlt időszakban csak az üzletek voltak látogathatók, az árusító asztalokat viszont már készítik fel a szombati nyitásra. Áncs Rezső polgármester határozata értelmében a megfelelő biztonsági előírásokat betartva visszaköltözhetnek az árusok. Egy 3 beengedési pont lesz a piacon, ahol fertőtleníteni kell mindenkinek magát, eladónak és vevőnek is, illetve mindenki kötelező lesz a szájmaszk használat, aki nem hozott magával, annak fogunk tudni adni a beengedő pontoknál szájmaszkot. 8 és 10 között a 65 év fölöttiek mehetnek a piacra vásárolni, és előtte utána mehetnek a fiatalabb korosztály. Az árusoknak kesztyű és szájmaszk használata kötelező lesz, egymástól másfél méteres távolságot kell tartaniuk, és ugyanezt kérik a vásárlóktól is. Az üzemeltető szekszárdi vagyonkezelő Kft. Közleménye szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a piac működését, és amennyiben bárhol torlódást észlelnek a beléptetés vagy a vásárlás során, intézkednek annak megszüntetéséről. Továbbá, ha olyan mértékű zsúfoltságot tapasztalnak, mely mellett a piacon tartózkodók biztonsága nem szavatolható, a szakaszos beengedésről is dönthetnek, vagyis addig nem mehet a piac területére újabb vásárló, amíg kellő számú vevő nem hagyja el a területet. Az árusoknak egyébként nem kötelező még visszatérniük a piacra, ha nem érzik biztonságban magukat, maradhatnak az elmúlt hetekben megszokott helyükön. Az a megoldás, amelyet a város alkalmazott, az Agrárminisztérium szerint is egy támogatandó megoldás volt, hogy nem úgy zártuk be a piacot, nem zártuk be tulajdonképpen végérvényesen. Úgy zártuk be, hogy az utcai árusítás lehetőségét sokkal kedvező feltételeken meg tudtuk teremteni és biztosítani tudtuk, és ez úgy látom a városban jól működött az elmúlt 6 hétben. Az üzemeltető arra is kéri a vásárlókat, hogy a járványhelyzetre való tekintettel lehetőleg egyedül látogassák a piacot, és törekedjenek a vásárlás minél gyorsabb lebonyolítására.